Sziasztok! Üdvözöllek a műsorban, én Méreg Attila vagyok, és a karantén interjúk folytatódnak. Egy földimmel fogok beszélgetni, ő is Mezőkövesden nőtt föl, az élet azt hozta, hogy itt él Bécsben. Az aggyal foglalkozik, de inkább beszéljen ő erről. Kezdjük is el! Szia Szabi, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre állsz a műsorban. Szia Attila, nagyon szívesen. Ha jól tudom, te gyógyszerbiztonsággal foglalkozol, és az agykutatásból írod a disszertációdat. Ehhez kapcsolódnának a kérdéseim is, hogy ez a hosszú karantén, ez a 40-50 nap, milyen hatással lehet az emberekre, az embereknek az agyára, az agyműködésre szerinted? Ami nagyon fontos az agynak biológiai szempontból, és akármennyire profánnak is tűnik, az a testmozgás, az egészséges táplálkozás, és az, hogy újdonságoknak tesszük ki az agyunkat. Ugye az első kettő a karantén alatt viszonylag egyszerű, bár sokaknak megterhelő, mert ugye a stressz miatt jóval többet teszünk, vagy sokan, és nem vagyunk hozzászokva, hogy otthon edzünk például. Ezért is nagyon hamar, 2 hét után már új intézkedéseket hoztak, hogy egészségügyi sétákat lehet tenni. Ez pontosan ezért volt, ez nagyon fontos az agy számára. A másik dolog pedig az az, hogy pszichésen nagyon-nagyon megterhelő ez az időszak. Először is maga a bizonytalanság, hogy nem lehet tudni, hogy mikor lesz vége, mi fog történni. Sajtóban folyamatosan negatív hírekkel, a halálozásokkal bombáznak, ami megterhelő és félelemet ölt el. Plusz az, hogy nagyon megváltozott az életünk. Ugyanaz agyunk szereti az újdonságokat, de a hirtelen változásokat nem szereti. És ez is megterhelő. A pozitív hatása az volt, hogy sok mindenki, aki családdal együtt él, ugye több időt tudott együtt tölteni, de nagyon sokan voltak, akik teljesen elzárkóztak a világtól, mert egyedül élnek. Ez mind-mind nagyon megterhelő az ember számára, mert szociális lények vagyunk. És ugyanez a technológia sokat segít, ugye lehet videócsetelni, de azért mégsem olyan az, mint hogyha emberekkel személyesen találkozol. És te, mint szakember, neked milyen kihívásai, milyen nehézségeid voltak, amire oda kellett figyelned, amire nem is gondoltál így az elmúlt hetekben? Őszintén szólva nekem sokat nem változott az életem, mert pont mielőtt az egész lezárás kezdődött, én szabadságra mentem 2 hétre, hogy a disszertációmat írjam, és az volt a tervem, hogy teljesen elzárkózok a világtól és írok. Úgyhogy az elején nem vettem sok mindent észre. Én egyébként egyedül élek, pont egy ismerősöm Bécsbe jött a doktoriát megvédeni, és itt ragadt, mert nem tudott visszamenni Belgiumba. Úgyhogy igazából nagyon örültem neki, mert nem egyedül kellett végigcsináljam az egészet. Hogy mire kellett odafigyeljek? Nekem talán a legnehezebb az az volt, hogy nem lehetett emberekkel találkozni. Te, mint gyógyszeriparban bennfentes, hogy látod, a vakcina az mikora reális, hogy sorozatgyártásba fog kerülni? Normális esetben ez 5-10 évben szokott elleni egy vakcinafejlesztés. Ebben benne vannak az elsődleges kutatások, a maga vakcina kifejlesztése, az állatkísérletek, és a legvégén az, hogy embereken teszteljék először kis csoporton, 1-2 emberen, és utána nagy populáción. Szóval ez az 5-10 év tényleg kell. Általában gyógyszerek 93%-a, ami működik állatkísérletekben, elbukik, mire az emberkísérletekhez ér. 2-3 héttel ezelőtt volt, hogy oxfordi labor bejelentette, hogy elkezdték az emberkísérleteket, tehát 2 embernek beadták a vakcinájukat. Azt ígérték, hogy szeptemberre 1 milliót le tudnak gyártani belőle. Bár nagyon jól hangzik a dolog, nekem eléggé kétséges. Addig nem tudjuk, hogy működik-e a vakcina. Ez egy teljesen új technológia, amit kipróbáltak. Plusz az, hogy 1 milliót vakcinát el tudnak készíteni szeptemberre, igazából nagyon kevés, mert ez el is kell a tömegeknek tudni juttatni. Ugye az Egyesült Királyságnak a populációja 66 millió. Tehát, hogyha megnézzük, az 1 millió vakcina annyira nem sok. Főleg, hogy arról beszélünk, hogy az egész világnak minden, vagy mindenhová el kell jutni. A szakemberek azt mondják, hogy az optimista, vagy reális becsülés az körülbelül egy olyan 2 év. Ezzel megleptél, mert több híradásból azt lehetett olvasni, azt lehetett hallani, hogy 1 év. Emiatt is jó, hogy beszélünk erről, az emberek megtudják, mi várható és mi a tény. Ezzel kapcsolatosan azt kérdezném meg, de mint szakember ezt a hírt olvastad 3 hete, hogy te honnan tájékozódsz? Ami mondjuk nekünk civileknek is hasznos lehet, és nem túl száraz. Tudsz valami
hasznos honlapot ajánlani nekünk? Az újság, amit én olvasni szoktam általános témákban, az a The Guardian, ami relatív, objektív cikkeket szokott írni. Tudományosan is eléggé jók, tehát van külön csapatjuk, ami ezzel foglalkozik. Ezen kívül, mivel a tudományban dolgozom, mi egymásnak szoktunk küldeni cikkeket. Tehát sokszor, hogyha van valami új fejlemény, akkor azt konkrétan tudományos folyóiratokból vesszük, és küldjük egymásnak az eredményeket. Én nagyon sok külföldi újságot ma olvasok. Szerintem ami fontos az az, hogy több forrásból elolvasni ugyanazt, mert sajnos minden mind jobb bal oldalról vannak torzítások politikailag, ezért érdemes több helyről elolvasni ugyanazt a hírt. Én azt is tudom, hogy te konferencia szervezése workshopokkal is foglalkozol, hogy arra is nagyon nagy hatással volt jelenlegi helyzet, a COVID-19. Az ilyen projektjeitek hogy néznek most ki, mit terveztek, az online térbe próbáltok nyitni esetleg? Őszintén szólva, először nagyon megijedtünk, mert nem lehetett tudni, hogy mi lesz az elkövetkezendő pár hónapban, és az éves eseményünk most októberben lett volna. Szerencsére volt időnk átszervezni az egészet, de az a lényeg az éves eseménynek, hogy az akadémikusokat, akik a tudást felgyűjtötték az idegtudománnyal kapcsolatban, összekössük a startupokkal, akik az innovációt vezetik, és őket pedig a befektetőkkel, akiknek tőkéjük van. Ugyebár a startupoknak általában nincs pénzük, úgyhogy az elkövetkezendő pár hónapban valószínűleg nagyon-nagyon sokan csődbe mennek. A befektetők nagyon nem fogékonyak a befektetésre ilyen időkben, amikor nem tudod, hogy mi fog történni, és a nagy cégek, akik partnereink, pedig mind átcsoportosították az erőforrásaikat. Tehát a gyógyszercégek most mind kivonták mindenből az erőforrásaikat, és vakcina fejlesztésre, meg gyógyszerfejlesztésre fókuszálnak, vagy amiben még érdekeltek voltunk, például a repülőzés. Ezek a cégek pedig most a túlélésre hajtanak. Ez most nagyon érdekesen hangzik, hogy említetted ezt a repülőzést. Itt pontosan mire gondoltál? A repülőfejlesztő cégek azért érdekeltek az idegtudományban, mert az emberi agyat replikálva lehet új navigációs technológiákat kifejleszteni. Például egy pár évvel ezelőtt volt az, hogy egy új GPS rendszert fejlesztettek ki, ami a méhek idegrendszerén alapul. Sokkal kevesebb erőforrást használnak fel, mint a jelenlegi GPS rendszerünk, ami nagyon sok adat felhasználással jár ennyit, szóval erre lehet használni. Ezek nagyon izgalmas témák, biztos a disszertációd is nagyon mélyen belemegy, és sok időt igényel, szóval engedlek is vissza, köszönöm szépen, hogy tudtál időt szakítani erre a kis beszélgetésünkre, de én megyek videót vágni, neked meg akkor folytatni kell a disszertációdat. Vigyázz magadra, jó egészséget! Szervusz, Szabi! Én is köszönöm szépen, sziasztok! Számomra nagyon extrém, amivel Szabi foglalkozik, különlegesnek gondoltam ezt, emiatt készítettem vele ezt az interjút. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ebben a videóban, ha nem akarsz lemaradni, iratkozz fel a csatornára, ha érdekesnek találtad ezt a videót, oszd meg ismerőseiddel, és akkor találkozzunk legközelebb is. Legyetek jók és vidámak, meg egészségesek, sziasztok!